Az aranyvitészségi érem az ellenség előtt tanúsított vitézítettek jutalma volt, az egyik legnagyobb elismerés a katonák számára. Pápán az alsóvárosi temetőben is nyugszik egy ilyen hős, Barbu Mihály. Az ő emlékére avattak táblát a sírkertben, a Pápai Huszár Egyesület kezdeményezésére a Hősök Napja kapcsán. Fülöp András történész mondott beszédet az alkalmon hangsúlyozta, hogy a történelmi emlékezet megtartásában fontos szerepe van a helyi kezdeményezéseknek, követendő példa a pápai hagyományőrzők tevékenysége. Mindannyian tudunk olyanokat felsorolni, akik az adott korszak történelmi alakjai, kiknek nevei és tettei örökre beíródtak a krónikák lapjaira. Ezen országosan ismert nevek mellett számtalan olyan személyiség is létezik, akik egy kisebb közösség, egy vármegye, egy település emlékezetében élnek. Olyan személyiségek, akik egy közösség hőseként jelenítik meg a történelmi eseményeket, vagy azok helyi vonatkozásait. Ezt bizonyítják országszerte emlékművek, emléktáblák sora, vagy éppen egy-egy temetőben gondozott sír is. Helyben található emlékhelyeknek rendkívül nagy szerepe van az adott település történelmi emlékezetének megtartásában, de az adott közösség önazonosság tudatának, lokál patriotizmusának megőrzésében is. Minden közösségnek meg kell találnia azokat a pontokat, amelyek lehetővé teszik az itt élők számára a múlt, a jelen és a jövő közötti egymásra épülés folytonosságát. Közel tíz éve foglalkozom az aranyvitészségi érem kitüntetetjeivel. Így jutottam el Barbu Mihály gyalogos alakjához is. Barbu Mihály 1882-ben született Almáson, ma Ajmas, ami Horvátországban található. Az első világháború a Temesvári császári és királyi 61. gyalogezredben szolgált. Pápán hunyt el a hadikórházban 1916. november 25-én. A történész felolvasta a vitézek könyvéből azt a részt is, melyben Barbu Mihály tetteit méltatják. 1915. október 21-én az olaszok két hadtesttel tüzérségi előkészítés után támadást kezdtek a Szent Mikéle szakaszt védő 7. hadtestünk állásai ellen. A 17. hadosztályunk szakaszában indult fölényes olasz támadásokat a 61. 39. közös gyalogezred és a 24. vadászászlóai harcosai elkeseredett kézitusával verték vissza a 61. gyalogezett harcosai közül példaadó bátorságukért és vakmerő vállalásaikért Szalai Sándor zászlós, Barbu Mihály gyalogos, Generán György törzsőrmester az arany vitézségi érmet érdemelték ki. Barbu Mihály példája ma is üzen, mondta a történész. Egyértelmű az üzenet, s mondani valója éppen olyan kristálytiszta, mint majd emléktáblán látható lesz portréjának tekintete. Ugyanis a mindennapok helytállásával hősök lehetünk mi magunk is. Hős az édesanyja és édesapa, aki gondoskodik gyermekéről, a magyar jövőről. Hősök lehetünk, ha önzetlen és oda odaadó tagjai vagyunk közösségünknek. Hősök lehetünk, ha tisztességesen végezzük dolgunkat ott, ahová a Jóisten rendelt minket. A mai élő generációk többsége számára szerencsére már messze került mindenfajta háborús borzalom itt a közvetlen közelünkben. A 20. század világháborúiból hazatérő katonákra vagy hősi halottakra már egyre kevesebben emlékeznek. Az idő könyörtelen múlás. Kötelességünk emlékezni, mert sohasem feledhetjük el azt, hogy csak annak a népnek van jövője, amely ha kell megsirat, ha kell megbocsát, de el nem feled soha. Az alsóvárosi temető katona sírjai között van Barbu Mihály keresztje is, ehhez állítottak most emléktáblát, melyet Földi István Esperes áldott meg. Örök mindenható Isten hazánk szabadságáért és a függetlenségért vívott csatákban és harcszereken elesett hős könyörgünk most szent fölségethez. Te láttad, Urunk, küzdelmeiket, szorongatottságaikat, szenvedéseiket és vérük hullását. Kegyelmedbe ajánljuk őket, Urunk Istenünk. Kegyes megváltónk Jézusunk, Te mondottad, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Akiért most imádkozunk, az nem kimélte önmagát, sőt életét és vérét áldozta, azért a földért, amelyet a gondviselés jelölt ki számára. A jelenlegi kutatások szerint Barbu Mihály az egyetlen itt nyugvó katona, aki az aranyvitésségi érmet kiérdemelte.